Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal a zenéről lesz szó, szórakoztatóiparról, különösképpen a zenéről, és szeretném megmutatni azt, amiről már oly sokszor beszéltem, hogy ez több, mint pusztán szórakozás és önfelett időtöltés, amikor az ember csak elfeledkezhet a gondjairól, és egy kicsit elmenekülhet a világtól. Azok az üzenetek, amelyek elhangoznak a zeneszámokban, azok igenis súlyos következményekkel járnak és formálják az ember gondolkodásmódját. Mielőtt ennek nekivágunk, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Találtam egy érdekes összeállítást egy keresztény zenével kapcsolatos műsornak az elején, és éppen arról beszéltek, hogy a mai keresztény úgynevezett dicsőítés az milyen távol áll attól, amit elképzelt az atya, hogy az a hangszerelés, maga hangerő, illetve a hatás, amit az elér, az egyáltalán nem úgy alakul, ahogyan annak kellene. Kezdjük is el, a feliratot mindenki láthatja majd, de azért igyekszem fordítani meg hozzáteszem, amit gondolok erről az egészről. No one was more vocal in his defense of rock music than Frank Zappa, one of the most innovative and influential musicians and composers of the contemporary era. Frank Zappa az első zeneszerző zenész, akiről szó lesz. Frank Zappa az egy legenda rock zenében, még akkor is, hogyha esetleg a jelen generáció nem ismeri, én is csak hallottam a nevét, ez sose vonzott ez a fajta stílus. Ez lehet, hogy egy kicsit én fiatal is vagyok ehhez. Egyébként ez a hippie korszak, 60-as, 70-es évek, Jimi Hendrix, Eric Clapton, illetve Jeff Beck, később aztán ugye Beatles és többi. Akit érdekel, rengeteg információ van erről a karakterről, akár Wikipédián, ez ugye britannica.com, de biztos vagyok benne, hogy az internet az nem szűkölködik információban, mikor ezekről az emberekről van szó. De visszatérvén a videóhoz, tehát ő védelmezte a rockzenét. To to Kongresszus előtt is ugye tanúbizonyságot tett olyan értelemben, hogy tanúskodott, és elmondta véleményét a rockzenével kapcsolatban, könyveket írt, számos interjút adott ezügyben. Zappa has insisted again and again music is only music. It can't hurt anybody. És ő and yet, in an article he wrote for Life magazine, Zappa noted Rock's rather incredible power when he quoted Hal Zeiger. Azonban, akkor arról beszélt, hogy milyen hihetetlen ereje van a rock zenének. One of the music industry's first big promoters. I realized that this music got through to the youngsters because the big beat matched the great rhythms of the human body. Szóval azt állítja, hogy a basszus, a nagy ütem, az lényegében megfelel az emberi test ritmusainak. És ez az, amiért annyira közös hangot talált szó szerint a rock zene illetve a fiatalabb generáció. Van egy természetes ritmus az emberi testnek, és ehhez hozzá idomul a rockzene. I knew there was nothing that anyone could do to knock that out of them. És ezt nem lehet semmi, nem lehet semmivel sem megakadályozni, nem lehet semmit tenni annak érdekében, hogy ez a hatást az ember megállítsa. That they would carry this with them the rest of their lives. És életük végéig ezt magukkal fogják hordozni. Pontosan ez az, amire utaltam és gondoltam az elején, amikor beszéltem a zenéről. Ez valami olyasmi, amit az ember mindenki ismeri azt az érzést, amikor jön meg, és akkor dúdol egy dalmat, nem is tudja, hogy honnan került az az elméjébe, vagy hogy jött az elő, de mégis ott van, és nem tud tőle megszabadulni. Sőt, minden zenére ez érvényes. Az az ütem, ami a rockzenében jelen van, az már az összes többi műfajba átkúszott. Az elektronikus zenétől kezdve végtelen különböző műfaj jelenik meg a világban, és mindenki talán magának megfelelőd. És amiben benne van ez a basszus, ez a nagy ütem, az mind-mind arra épül, hogy az emberi szervezet az a ritmusra, és ezért olyan vonzó, ezért olyan nehéz elfelejteni azt, és ezért olyan szórakoztató, meg kielégítő. Zappa further observed, Szóval azok a módok, ahogyan a hang hatás gyakorol az emberi organizmusra, vagy az emberi szervezetre, azok rengeteg van belőle, miriád, és sokszor észrevehetetlenek ezek a módok, ahogyan a hang hatás gyakorol az emberi szervezetre. Én megtaláltam ezt a cikket egyébként, ez az 1968-as Life magazinban leírt reportnak egy része, itt található ez a rockcritics.com weboldalon van. És ezek a hangok, ezek a nagyon hangos hangok, illetve a villódzó világos fények, ezek hatalmas idomító vagy tanító eszközök, amikkel az embereket lehet vezérelni. Más szóval betanítják az embereket, kiképzik ezek segítségével, lehet manipulálni a hangok által az embert, és az üzenet könnyebben eljut. Azért van mindig valamiféle szöveg, a zenével, mert a zene az az eszköz, aminek a segítségével bejuttatják az információt az embernek az elméjébe. És gondolhatja bárki azt, hogy ez nem így van, vagy ez hazugság, vagy ostobaság. Itt van egy rock legenda, aki elmondja azt nekünk. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni az infobubble.hu, illetve a yahuautja.hu weboldalon. Ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!